Többek között itt a Református Kollégium nagykönyvtárában jártak a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai. Az úgynevezett témanap keretében a gyerekek feladata az volt, hogy fedezzék fel saját környezetüket, azaz azt az iskolavárost, ahol tanulnak. A már hagyományos tanórán kívüli foglalkozás célja az is, hogy a tankönyvben található ismereteken túl többet nyújtson a gyerekeknek egy-egy adott téma kapcsán, így legutóbb Sárospatak nevezetességeivel kapcsolatban. A témákat pedig úgy próbáljuk megválogatni, hogy ezen a napon az új módszer alapján olyan dolgokat tanulhassanak, tanuljanak, játszva könnyedén és felejthetetlen élményeket szerezve, amelyek a tananyagban szorosan nem található meg. Én azt hiszem, hogy Sárospatak, mint városunkat megismerni, és annak a kulturális örökségét, annak a tárgyi emlékeit is összegyűjtve, és a konkrét helyszínekre is ellátogatva, valóban egy olyan érdekes témanapot lehetett összeállítani a gyerekeknek, hogy bármelyik évfolyam, akik visszaérkeztek, az ő korosztályuknak megfelelően mindenképpen gazdagodtak, többet tudhatnak most már a városról, illetve felkeltettük az érdeklődésüket, hogy mit érdemes még itt lakva, Sárospatakon megnézni. A pedagógusok arra is odafigyeltek, hogy a közel 400 diák, azaz 8 évfolyam tekintetében 22 osztály korosztályának megfelelő mennyiségű információt kapjon. Emellett a néphagyomány, a természetvédelem is belopakodott a sorba. Mivel ez egyébként ez a témanap azért elég nehéz és mélységében is sok anyagot is tartalmazott, ezért úgy próbáltuk korosztályoknak kiválogatni, hogy a kisebbeknek is feltétlenül nyújtson is új ismeretet, de a nagyobbaknak is lehetősége teremjen arra, hogy megismerje jobban Sárospatak történetét, vagy a Sárospatak város hagyományait, illetve a múltját. Nem titkolt cél az sem, hogy a gyerekeket arra is ösztönözzék ezekkel a kirándulásokkal, hogy majd ezeket a helyszíneket a későbbiekben családjaikkal is felkeressék.